Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Családőrzők című műsorunkat látják. Köszönjük, hogy velünk vannak, és természetesen köszönöm, hogy velünk vannak most is vendégeink. Sorba haladok, mellettem Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője. Szervusz Csilla, és szervusztok! Pap Csilla, mediátor. Szia Csilla, köszöntöm a beszélgetőtársakat. És nagy örömünkre itt van velünk Tornyai Kábor plébános, mentálhigiénés szakember. Köszönjük, hogy eljöttetek tényleg mindannyiótoknak. Újra összeállt a csapat, ugye volt néhány változás az elmúlt időszakban, de most újra az eredeti csapat van együtt, és nagyon örülök, hogy ez decemberre így alakul. A beszélgetésünk témája, amit én meghatároztam, hogy kamaszok. De hogy mik is a kamaszok, kik is a kamaszok, és mettől meddig kamasz a kamasz, ez már a tőletek, a szakemberektől érkezik meg hamarosan. Talán a Zsuzsival kéne kezdenünk. Határozzuk már meg, mettől meddig kamasz a gyermek. Hát és attól, gyermeke a kamasz? Attól kezdve, amikor elkezd kamaszodni, amíg ezt be nem fejezi. Igen, meg nem. Tehát a kiskamaszkor egy kicsit korábbra jött, mint régebben volt. Ugye régebben a kamaszkort azt olyan 13-14 éves kor körül jelöltük be, most már a 11-12 évesek rendesen kamaszodnak. Tehát egy kicsit felgyorsult ez az acceleráció. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy a kamaszkor elnyúlt és kitolódott. Tehát jóval hosszabb lett a kamaszkor, mint korábban volt és régebben. Ahogy ezt megélték, talán az életmód, talán azok a változások, ahogy mi mostanában élünk, ezek hozzák ezt magukkal. Nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy mikor fejeződik be a kamaszkor, mikor válik felnőtté valaki. Ugye az, hogy felnőtt 18 éves kortól felnőtt jogilag, onnantól kezdve felelős a cselekedeteiért, hát az én olvasatomban az még bőven plusz 10 év. A fiúknál egy picit ez általában hosszabb, a lányoknál kicsit rövidebb. De meg kell mondjam, hogy nagyon egyén függő, hogy kinek az érési folyamata milyen gyorsan alakul, és hogy kinek az élete mit ad lehetőségként, és meddig kell neki felnőnie iszonyatosan gyorsan. Most gondolok itt egy olyan élethelyzetre, amikor nincsenek már ott a szülők, és neki kell magát eltartania, akkor akármennyire kamasz is nagyon gyorsan fel kell nőnie, állami gondozottak, stb. Azt szokták mondani, hogy nehéz a kamaszokkal. Miért nehéz a kamaszokkal? Hát ugye nagyon sokszor a szülők nem ismerik a gyermekeit, de egy picit még hadd feedbackeljek ide-vissza erre a kamaszkorra. Ugye hál' Istennek egy Erik Erikson nevű svájci pszichoterapeuta összerakta az életkori szakaszokat, vagy a fejlődési szakaszainkat 0-tól 99 éves korig, és ott ugye a klasszikus kamaszkort az 12-től 20-ig határozza meg, de én azt látom, hogy 24 is lehet az, vagy 30 is lehet, tehát a szülőknek nem kell megijedni, hogyha a gyereküket úgy látják, hogy túl korán kezdődik, vagy túlzottan le van maradva, tehát nem kell a gyereket megbélyegezni. És hát nagyon fontos lenne az a megértésben, hogy a kamaszkornak az én identitás keresése a lényege, a leválás a lényege, az önazonosság keresése a lényege. És ez nem történik meg, akkor nyilván olyan devianciák merülnek fel, ami miatt a szülő úgy érzi, hogy kisúszott a kezéből a gyeplő, és nem tudja már a gyerekét irányítani, nem tudja kezelni, sőt, lekottázni se tudja azt, hogy miért viselkedik úgy az a kamasz. Tehát, hogyha szülőként megértjük azt, hogy a kamaszkornak az a lényege, hogy elkezdje lassan leválni, megtalálja a kis útját, hogy ki vagyok, mi vagyok, merre tartok, hogy lát a világ, és önazonossá tud válni azzal, hogy én ebben támogatom, segítem, de persze nem úgy, hogy megmondom, mert nyilván ezt megmondom, és éreztetem, akkor úgy elutasítja, és önellenállásba kerül. Mert ő a kamasz, igen. Tehát ugye gondoljunk bele, hogy pubertás hormonváltozások, tehát változik a teste, a hangja, a fiúk mutálnak, a lányok megnőjesednek, ugye látványra, fiziológiai látványra is. Tehát ezt azért nem könnyű feldolgozni. És mi is voltunk kamaszok. És ha akár úgymond egy apuka, aki férfivé cseperedett, visszagondol arra, hogy ő is volt kamasz fiú, és hogy ő hogy élte meg, és az anyuka is visszaemlékszik erre, akkor szerintem sokkal jobban tudunk a gyerekeinkre hangolódni, és sokkal jobban tudjuk azt támogatni, hogy ők ebbe kibontakoztathassák magukat, és igazán megélhessék azt, amit meg kell élni. Mert azért egy határfeszegetés is van, és kell is, hogy legyen. Ideális esetben, igen. Tehát, hogy sokszor beszélgetek úgy szülőkkel, vagy akár gyónálásban is előjön azért, mert többször előjön, és nem egy valakit
beszélek ide, de sokszor előjön a szülőknél ez küszködésként, hogy mit kezdek a gyerekemmel, mert ő lázad, mert ő háborog, mert ő ezt csinálja, én meg kiabálok a gyerekemmel. Hogy a szülőnek is, általában azt szoktam nekik azt mondani, hogy túl kell élni. Tehát, hogy higgyétek el, hogy normális a gyereketek, tök jó, hogy ilyen a gyerek. Innen kívülről persze könnyen mondom, pályaszéléről nagyon könnyű bölcsnek lenni és okosnak lenni ebben a témában. De hogy azzal, hogy ez a nehézség van, az azt jelenti, hogy normálisan fejlődik a gyerek. Én azt látom inkább nehézségnek, amikor nem tudom, hogy ezt hogy kell jól mondani, és lehet, hogy ezt jobban meg tudjátok fogalmazni, amikor nem jön elő ez a kamaszkor. Uh-huh. Tehát, hogy valahol az a gyerekségben belereked a fiatal felnőtt. Ugye az, amit a Zsuzsi is mondott, hogy a felelősségvállalás nem érkezik meg. És hogy nagyon sok esetben találkozom azért azzal is, hogy inkább úgy fordítanám, hogy nagyon kevés felnőttel, vagy nagyon sokszor találkozom úgy felnőttnek kinéző emberekkel, akik igazából nem felnőttként Igen. működnek. És még ráadásul úgy, hogy az a bizonyos kamaszkor, amit én is azt gondolom, hogy az jellemez, hogy ez az önmagam keresése, vagy az egyik irányból, vagy abban úgy jelenik meg, hogy akkor lázadok, és akkor ajtót csapkodok, és hagyjál békén, vagy a másik véglet, amikor meg befordulok, és akkor hagyjon engem békén mindenki, meg nem vagyok értékes, meg nem tudom, miért élek. Tehát volt olyan fiatal, akivel tényleg azért imádkoztam, hogy a találkozásaink sem, hogy éljük túl ezt a pár évet, mert hogy ő gyakorlatilag annyira besötétült, meg úgy maga körül a világ, meg a kapcsolatok, meg minden, hogy tényleg féltem attól, hogy eljut odáig, hogy valami kárt tesz magába, de közben az agyam hátsó szegletében megtudtam, hogy végül is ez teljesen normális dolog tud lenni, csak ő a saját világában ezt nem tudja megélni, és az volt számomra az érdekes, amikor először, mert ez egy lánykáról volt szó, feketében volt, befordult, ahogy a lányokra szerintem lehet, hogy az inkább jellemző, és akkor az első szín megjelent rajta, egy rózsaszín cipőfűző volt, azt hiszem rajta, na akkor öntől kezdve elkezdtem újongani, na akkor most már ugye a túlélés közelében vagyunk. De nem ő volt az egyetlen, tehát sokszor találkoztam ezzel az oldallal is, másik oldallal is, és mondom, azt is látom, hogy az meg igazán nehézség tud lenni, hogy ez a kamaszkori lázadás mondjuk nem érkezik meg. Ugye beleragad a Mama Hotelbe, mondjuk az a fiatal, 20-akárhány évesen is még élvezi ezt, és igazából nincs is igénye arra, hogy ő lázadjon és kilépjen ebből. És nekem egy olyan érzésem van, és lehet, hogy ezt megint talán megerősítitek, vagy éppen cáfoljátok, hogy a ma világának egy ilyen kényelmes helyzete, az abban ad nekünk nehézséget, vagy a felnövekvő nemzedéknek, hogy igazából nem is kell mi ellen lázadni, vagy miért lázadni. Vagy nem tudom, hogy ez kell, hogy így van-e, vagy sem. Hú, nagyon kell. Nagyon kell, nagyon fontos. A lázadás ugye az egy opozíció, egy szembenállás valamivel szembe. Az azt jelenti, hogy én önérdeket érvényesítek, hogy én saját magamat szeretném definiálni, saját magamat szeretném meghatározni. Ez egy folyamat, ez nem úgy van, hogy egy hétfő reggel fölkeltem, és mostantól kezdve én már felnőttként élem az életemet. Nem, ez úgy történik, hogy kipróbálom. Hát ez nem jó. Hát akkor ezt, akkor azt, akkor amazt. Tehát egy folyamatosan határfeszegetés, ahogy ezt mondta Csilla, és folyamatosan keresése annak a lénynek, akivel én azonos tudok lenni. Ki vagyok én, keresem magamat. Akkor fogom tudni magamat definiálni, akkor fogom tudom magamat értelmezni, akkor fogok tudni jól helytállni, hogyha én tudom, hogy magamtól mire számíthatok. És ez pedig csak akkor megy, ha faltó falig elmegyek. Tehát ki kell próbálni, nincs olyan, hogy nem. Nem olyan régen beszélgettem egy hajdan volt tanítványommal, és ő most már egy ilyen tüneményes kamasz, ugye fölkerült nagyváros, kollégium, nem tudom, és hát nagy, óriási élményekről számolt be természetesen, anya némelyiknél húzza a szemöldökét, és még jó, ha csak a szemöldökét húzza, és akkor mikor elmondtak, és történt, és akkor megfogtam a kezét, és mondtam neki, édesem, te ezt tündérjen jól csinálod. Amit megcsinálsz butaságot, azt fenékig élvezd ki, de keveset csinálj magadnak, kérlek. Tehát, hogy értse azt, hogy persze, próbálja ki, menjen bele, tudja, hogy mit próbál ki, legyen mellette támogatás, legyen mellette segítség adott esetben, hogyha szüksége van rá. Menjen bele, élje meg. Nem lehet a tapasztalatainkat, nem tudjuk átadni. Tapasztalatot csak szerezni lehet. A másik véglet az, hogy a szülőnek egy nagyon jó tükör tud lenni. Tehát ennél is találkoztam, amikor a szülő azt mondta, hogy
Hát azért én sem voltam egyszerű gyerek annak idején, de most az én saját gyerekemmel így ezzel szembesülni, na azért ez még durvább. És akkor megy ez a, gyakorlatilag ez a két dudás egy csárdában, és mindegy kettő hozza ugyanazt a stílus, csak éppen a gyerek meg mondjuk a valamelyik szülő hozza a saját stílusát, és összevesznek állandóan, és ott a harmadik fél, aki próbálja őket békíteni. Tehát ugye ez is egy izgalmas időszak tud lenni ilyen szempontból. Nagyon érdekes, nekem a saját élményem jutott eszembe. Talán a kisebbik fiam kérdezte, hogy anya, te miket csináltál kamaszkorodban? És mondtam, semmi között hozzá. Egyébként ez, hogy keresi önmagát, azért egy kamasznál ez nem tudatos. Nem, Isten igazándiból nem tudatos, de viszi tovább a hév, viszi tovább a drive-ja. Tehát, hogy mindenféleképpen ő szeretné megmutatni magát a világnak. Ezért is van a feltűnési viszketesség, ugye ez is leginkább a kamaszokra jellemző. A mikorunkban még a busz hátsó sarkába ott vihogtunk, meg hangoskodtunk, és akkor hű, ez milyen botrányos volt, vagy a forgózsámolyba, vagy nem. Tehát mindenki megéli a magáét, ma már ezek egészen mást jelentenek természetesen. De igen, olyan ruházatba fogok, és az is egy feltűnési dolog ám, hogy tetőtől apig feketébe öltözök, tudom, mert az én környezetemben is volt ilyen. És tukka, üzenete honóval, két-két és fél évig, a bakancstól, a nem tudom én milyen tűtűig, minden, a körömtől, a szájrúzson keresztül, minden, korom fekete volt, és egyébként meg abszolút rendben volt a családban, meg nem tudom én milyen teljesen normális, átlagos életet éltek. És akkor igen, egyszer csak elkezdett bekúszni, ugye a piros elkezdett bekúszni, és aztán ma meg már találsz nála a feketét. Tehát, hogy ez része a változásnak. De önmagában az, hogyha én a feketét választom, ugye klasszikusan az a gyásznak a színe. Gondold végig? El kell gyászolnom, hogy már a nem vagyok gyerek. Így van. Tehát, hogy a tudattalamban is ez mennyire benne van. De a gyász mellett a fekete azt is jelenti, hogy olyan bizonytalan vagyok. Valami nem oké velem, nem tudom, nem jól érzem, keresem, nem tudom. A sötétben tapogatózok. A sötétben tapogatózok. Így van, pontosan. Tehát és nem ez, vagyok a helyemen. Így van, így nem van. Ez azért, tehát aki színdinamikával is foglalkozik, az ezt megéli. Tehát, hogy nagyon sokfajta módon kifejezik a gyerekek azt, hogy valami nincs velem rendben. De persze senki ne segítsen rajta, mert majd én tudom. Hát ugye az ego dolgozik ezzel. Hát kamaszkorban van az én, minden az énes dolgokról szól. Ez szétszakított állapot, tehát ez a segíts rajtam, könyörgök, de ha segíteni akarsz, akkor hagyjál békén. Hagyjál békén, mert én nem vagyok egy szerencsétlen. És akkor miért nem segítesz rajtam, tehát hogy ez a kettősség. Egyébként ismerek egy családot, ahol a kislány nagyon jó kislány volt, tehát szó szerint jó kislánynak nevelték, mindig nagyon jól tanult, maximalista volt, perfekcionista, szülők is tüftig minden szempontból, és a gyereket is így nevelték, és nem élte meg a kamaszkort. És mivel jól tanult, bekerült egyetemre, és elkerült a szülői házból kollégiumba, azt hiszem, na hát ott aztán erezdel a hajam. Tehát ott a szülők azt érték meg, hogy 20-22 éves korában, vagy még annál is később törtek fel olyan dolgok, amit ugye a tizenéves korszakában nem tudott megélni. És majdnem, hogy úgy bukdácsolta át az egyetemi évek első szakaszait, és hát nagyon borotva élen táncolt, és nagyon-nagyon kicsi volt a határmesdje, hogy most ő így lecsúszik, vagy lezüllik, mert már annyira durva dolgok mentek, vagy még vissza tudják hozni, és az utolsó pillanatban valahogy át tudták fordítani. De hogy ugye megvan ennek a veszélye, a sok tiltás, a nagyon rátelepszem a gyerekre, nem hagyom kibontakozni, nem tudja megélni, amit te is mondtad, meg kell tapasztalni. Tehát ahogy a jót, úgy a negatív dolgokat, vagy akár a kudarcot is érdemes megélni, hiszen abból építkezünk, vagy azt, hogy mondjuk milyen tükröt mutat felém a világ, mondjuk miért nem szeretnek. Ezt is meg lehet élni, vagy hogy miért nem fogadnak el. Illetve azt is azt gondolom, hogy ennek a helyzetnek a másik oldala a szülői oldal. Tehát hogy az egy dolog, hogy a gyerek keresi önmagát, és hogy ő lázad minden, de hogy... A szülő meg a gyereket keresi. A szülő meg nem, ugye nincs recept arra, hogy ezt hogy kell jól csinálni, mert minden gyerek másképpen működik, és az, hogy most... Szóval nekem egy nagyon érdekes élményem volt, így papként ezt így megtapasztalni, fiatal papként, még kislángom voltam plébános, és volt egy olyan iskolai hittancsoportom, akiket így harmadikos koruk óta tanítottam, és akkor éppen abban az évben hetedikesek voltak, és a szomszéd faluban kaptam egy hetedikes hittancsoportot hetedikesként. És nekem nagyon érdekes volt így kívülről, megint pályaszéléről ezt így megélni, hogy ott vannak azok a fiatalok gyerekek, akiket második osztályos koruk óta ismerek, és ők olyan kisgyerekek voltak még a szememben,
megkaptam a hetedikes külön csapatot, és őreik meg úgy néztem, hogy ezek már ilyen kész fiatalok, vagy egy ilyen, szóval egy ilyen kis felnőttek. És olyan érdekes volt ezt így összehasonlítani, hogy mind a kettő csapat hetedikes volt, de hogy mennyire másképpen néztem azokra, akik ott nőttek föl a szemem előtt, vagy akiket ott kaptam meg. És akkor gondoltam meg bele, hogy szülőként ez milyen nehéz lehet, mondjuk egy ilyen ezzel a korosztályjal is akár találkozni, hogy egy szülő számára az a gyerek, az gyerek, az a kisgyerek, akire vigyázni kell, óvni kell, a világ nagy szörnyű erejétől megvédeni, miközben ő már azért küzd, hogy ő már ő önmaga tulajdonképpen, és ő már ki akarja bontani a szárnyát, és ugye valahol a szülőnek ezt megtanulni, vagy kikísérletezni, vagy átélni, nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, hogy hol van az a határ, amíg nekem óvni kell még ezt a gyereket, és hol van az a pont, ahol engednem kell. És ugye ebben a játékban, ebben neki is azért szerintem rengeteg energia van benne, hogy de most akkor mit tehetek és mit nem tehetek, mi jó és mi nem jó. És nem csak a gyerek keresi magát, hanem azt hiszem a szülő is keresi magát talán ebben a helyzetben. Ez persze, hát ugye a szülőnek folyamatosan együtt kell változnia a gyerek növekedésével. Hát a csecsemő mellett teljesen más feladatai vannak egy szülőnek, mint egy kisiskolás mellett, vagy egy kamasz mellett. Egyébként, amit felvetettél, hogy a késői kamaszkor, én például ismerek olyan párkapcsolatot, ahol folyamatosan opozícióba áll az egyébként addig dédelgetett, szeretett, óvott, tüktig, jó tanuló kislány diplomája van, minden megvan, bekerül a párkapcsolatba, és ott kezdi el ott a kamaszos, és a párján keresztül éli meg a kamaszkorát, és akkor, mikor odáig végre eljutnak, hogy nagyon szeretik egymást, minden rendben van, és mégis, hogy akkor tegyük már rendbe, hogy amit az édesapádnak nem tudtál odaadni, és rátetejébe elvesztette a kamaszkora elején az édesapját. Aha. Tehát, hogy nem tudtad odaadni az édesapádnak, azt most nevetítsd ki a párodra, mert hogy ő neki nem ez a feladata a te életedben. Tehát, hogy ezek egy nagyon-nagyon izgalmas történéseket fognak hozni, és hát ahányan vagyunk, annyiféle élettörténet, annyiféle kamaszkorral, ezért nincs rá univerzális recept. De még egy fél mondat, hogy azért az egy kicsit késő elkezdeni nagyon komolyan aggódni a kamasz gyerekeinkért kamaszkorukban. Tehát én sokszor elmondom a szülőknek, hogy amikor a kicsi gyerekkel dolgozik, és a kicsi gyerekkel él együtt, és a kicsi gyerek van mellette, akkor azért lássa benne a leendő kamaszt, a fiatal felnőttet, az unokáinak az édesanyját, édesapját, mert ha ezt nem, és egyszer csak azon veszi magát, és hogy úristen, 46-os a lába, hát akkor már egy kicsit késő elkezdeni őt felkészíteni. Tehát a szülők sokszor kérdezik tőlem, hogy mit csináljanak, bízzál abba, hogy amit az elmúlt 12 évben belepakoltál, az jó helyen van, és jó kamatoztatja. Bocsánat, hogy visszatérek a fekete öltözködésre. Nem lehet ez mondjuk egymás másolása, vagy egy De. Nagyon menő együttes másolása. De. Nem biztos, ez hogy mindig az ő maga érzelmi világa. Hát pont kamaszkodban van egy csordaszellem, hogy nem találom magam, vannak valakik, akik úgymond beszippantanak, és akkor azonosulok velük, és akkor megvan a valahová tartozás élményem, mert hogy akkor velük alkotok egy sorsközösséget, olyan vagyok, mint ők, tehát akkor megvagyok. De hát ugye ez egy fals dolog. Igen, ugye itt van ez, amit szintén sokszor mondtatok már, hogy ez a leválás a szülőkről. Tehát eddig apanya volt a minta, meg a példakép, és most jön az, hogy a többiek mit mondanak, az X példakép, az X sztár, még nem tudom kicsoda, mit mutat meg számomra, mi az, amit én, amilyen irányban én elmozdulok, és egy picit így eltávolodok a szülőktől, aztán azt gondolom, hogy ha egy egészséges folyamat zajlik, akkor egy idő után újra megindul a visszatalálás a szülőkhöz, vagy egy másfajta szinten a kapcsolatnak a megélése. Igen, de ez egy nagyon izgalmas dolog, mert gondold el, hogy mire elérkezik ahhoz a 13, 14, 16, 18 éves korához, addigra van neki akkora tudása, amivel rálát Isten igazándiból a szüleinek egy csomó dolgára. Tehát akkor már neki nagyon könnyű vitatkozni, és ha belegondolsz, most a mai napi történésekben általában, hogyha egy 16 évest megkérdezel olyan helyzetekben, amiben ő otthon van, akkor sokkal korrektebből fog tudni válaszolni, mint akár az édesanyja vagy az édesapja. Tehát bizonyos tudásokban gazdagabbak a most kamasz gyerekek, mint a szüleik. Ettől még a tapasztalataik nincsenek meg az élet során megszerzett tapasztalataik, azok hiányoznak, de tárgyi tudásuk, adatok és más egyéb dolgokban ők sokkal fejlettebbek ezen a szinten, mint a saját szüleik. És akkor a szülő mondja meg neki, hogy hányadikán van elsője, hát hogy? Tehát érted?
ez régen is ugyanígy divat volt, vagy nem divat volt, hanem ugyanígy élethelyzet volt, de most ez sokkal élesebbé válik. Sokkal kisarkítottabb. Egy előadáson hallottam valaki, hogy ez egy nagy kérdés lesz majd társadalmi szempontból, hogy ugye eddig a szülő volt az, aki többet tudott, mint a gyerek. És, az, és most fél az, hogy digitális gyerekek vannak, akik gyakorlatilag belenőnek a virtuális világba, és fél pillanat utána néznek bárminek, és már nem az van, hogy anya vagy apa mond meg, hanem majd akkor én gyorsan megnézem. És akkor már nem apa és anya a ilyen, nem tudom, csúcs minta, aki, aki mindent tud, aki mindent tud, hanem majd én megoldom. És ugye ez a szülő-gyerek viszonyban is egy nagy kérdés, mondjuk pont egy kamaszkorban, hogy akkor, akkor vannak olyanok a szüleim, akikre teljesen rá tudok így támaszkodni, vagy majd én megoldom magamnak. Vagy ez is átalakul, mert ugye a gyerek egy bizonyos szegmensben jobb, bizonyos dolgokban meg a szülő a jobb, hiszen a tapasztalás, a bölcsesség a szülőnél van, az meg egyfajta tudás, amit ő tud. És lehet-e között szépen egyensúlyozni, hogy figyelj, te ezt nagyon jól tudod, légy szíves, mutasd meg nekem, de bizonyos dolgokban meg úgyis én mondom a partitúrát, hiszen azt én tudom jobban. Tehát, hogy lehet ebben szerintem egyensúlyozni, ha jó a szülő-gyerek kapcsolat. Nem lehet, hogy éppen ezért veszélyes az, hogy tényleg van olyan terület, amit a gyerek jobban tudhat, és ezért, amit nem tud jobban, már nem fogadja el, mert egyébként is a kamasz szeret nem elfogadni, amit a szülő mond. Pont ez történik. Főként, ha ugye opozícióban áll, a szülővel harcban áll és ellenáll, akkor főként nem fogadja el, mert eleve nem tartja hitelesnek, már bocsánat, hogy ezt mondom, az anyját és az apját, vagy-vagy. Vagy az egyik szülőt annak tartja, a másikat nem, vagy egyiket sem. Nekem most egy másik dolog jutott eszembe, például az, hogy a szülők, ugye engedjük, ne engedjük, meddig engedjük, hova engedjük, most ugye nincs ilyen élethelyzet, de egyébként amikor az életélés virágzik, és minden szinten a fiatalok is élhetik a saját kis életüket, a hétvégéket, a bulikat, a koncerteket, a rendezvényeket, a nem tudom én mit, mennyi idősen, hova, kivel, mikor engedjem el, hogyan kell, mikorra kell haszajönni, ki megy érte, ki hozza, ki vigyáz rá, stb. Stb. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon értett. A szülőként, ugye a mai fiataloknak olyan természetes dolog, bármi, amivel ők ott találkoznak, amiről a szülő csak rémálmaiba hallott, meg a tévéhíradók kékfényeibe. Tehát, hogy ez egy borzalmas világ, és hogy a én szülőként hogyan álljak ehhez hozzá, és mit tudok én tenni. És ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. És emlékszem az egyik kamasz kislánnyal, hát ennek már több éve beszélgettem, és folyt belőle a panasz, hogy az anyám nem engedi, ez se, hogy én nem metek oda se, hogy nem semmi, hogy teljesen bekorlátozom, hogy ekkora megyek, igen, menjek, hát de kamaszos bájjal, és amikor ő hazaér és késik, akkor az anyja neki esik, és akkor leültem vele, és fogtam a kezét, és mindig megfogom a kezüket nekik, mert attól olyan biztonságban érzik magukat, hogy megnyugszanak. És akkor kicsit lehiggadnak, és akkor mondtam neki, te drága kincsem, mit gondolsz, miért csinálja ezt az anyja? Nem tudom, de az agyamra megy. De oké, akkor nézzük meg, szerinted mit gondol az anyja? És akkor kicsit átmentünk a túloldalra, és akkor mondtam neki, hogy de mit csináljak? Mondom, öleld át, és mondd meg, hogy szereted. Nem hiszem, hogy ettől megnyugszik. Próbáld ki. És tényleg az történt, hogy megtudják, szóval, hogy a szülőnek ugyanez, amikor nem érted a gyerekedet, és őrjöng, és nem, menj oda, és öleld meg. Hidd el, hogy arra az hiányzik neki a legjobban. Visszatérünk még. Nem sokat beszéltél ebbe az adásban. Jó volt ez így. Én nekem az a dolgom, hogy elindítsalak benneteket, és az látom sikerült. Visszatérünk még a kamaszkorra természetesen, de mivel a gyertya is elárulja, hogy túl vagyunk advent második vasárnapján, én azt kérem a hölgyektől ezúttal, hogy hagyj legyen az utolsó Tornyai Gábor atya, aki ilyenkor, mint atya, néhány gondolattal befejezi a mai műsort. Hű, ez jó kihívás volt. Nem is tudtad. Igen. Amikor az első gyertyát meggyújtottuk, akkor én utóbbi időben mindig erről szoktam beszélni, hogy milyen fontos, hogy ez az első lépés meglegyen. Hogy közeledünk a karácsony felé, és már ahhoz, hogy ez a lépés megtörténjen, annak a gyertyának égnie kell. És a második gyertyagyújtásról pedig mindig az jut eszembe, hogy sokkal több a kettő, mint az egy. És legyen nagyon közhelyesen hangzik, de azt hiszem, hogy főleg most egy ilyen műsorban, ahol arról beszélünk, hogy mennyire szükségünk van egymásra, meg az, hogy igazából úgy tudunk növekedni, fejlődni, hogy nem magunkban vagyunk, hanem másokkal való kapcsolatunkban,
hogy ennek a két gyártyának a fénye nekem, ezt jutott eszembe, hogy szükség van arra, hogy erősödjünk, hogy legyen valaki mellettünk, aki valamiképpen valami hasonlót csinál, hasonlóképpen gondolkodik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így ezzel a második adventi vasárnap utáni találkozásunkkal talán így érdemes magunkra néznünk, hogy kik vannak mellettünk, akik hasonlóan világítanak, mint mi. Köszönjük szépen Tornyai Gábor atyának, Pap Csillának és Fekete Cseri Zsuzsannának is. Minden televízión nézőnek kellemes adventi időszakot kívánok. A Családőrzők című műsor legközelebb egy hét múlva jelentkezik. Viszontlátásra!